A Munkavédelmi Bizottság kezdeményezésére 2005-ben szerveztek először munkavédelmi napot, az idei a 6. rendezvény már. Együtt az egészségért és munkabiztonságért címmel hirdették meg a programot, szimbolizálva a munkaadó és a munkavállalók közös érdekét, a munkabalesetek megelőzését és a foglalkozási megbetegedések kiküszöbölését, mondta el a Munkavédelmi Bizottság elnöke. A rendezvényünk szorosan kapcsolódik az erőmű vezetésének azon céljához, amiben kitűzték a munka biztonsági kultúra folyamatos fejlesztését. Most ehhez szeretnénk mi is hozzá kapcsolódni, ehhez kapcsolódunk hozzá. És úgy gondoljuk, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy ezt magáévá tegye és alkalmazza a munkavégzés során. Akik az atomerőmű területén dolgoznak, nap mint nap alkalmazzák és azonnal értesülnek a munkavédelemhez kapcsolódó újdonságokkal, változásokkal. Az előírások a beszállítókra, így az OVIT munkatársaira is kötelezően érvényesek. Az atomerőmű honlapján a vállalkozók részére van egy külön szabályozás lista, amit kötelezően el kell sajátítani ahhoz, hogy a vállalkozó az atomerőmű területén tudjon dolgozni. Másrészt a OVIT-nál lévő vezetők is nap mint nap figyelik ezeket az új szabályozásokat, és amint olyan szabályozás lép életbe, ami a mindennapi életbe vonatkozik a munkavállalókra, azokat rendkívüli munkavédelmi oktatás, illetve ismétlődő munkavédelmi oktatás keretében ismertetjük velük. A biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket teljes körűen biztosítja az atomerőmű, nem csak a jogszabályi előírások szerintieket, hanem alkalmazva minden biztonságot javító feltételt. A statisztikák azt bizonyítják, hogy a munkavállalóink is biztonságtudatosan végzik tevékenységüket, hangsúlyozta a rendezvényen Volend Gábor biztonsági igazgató. A kockázatokat teljesen nullára nem lehet csökkenteni, arra kell törekedni, hogy ezeket minimalizáljuk, és hát a korábbi tapasztalatokat visszacsatolva a működésbe kizárjuk a baleseti lehetőségeket, és hát el tudom mondani, hogy ezen a területen azt gondolom, hogy sikereket értünk el. Ha azt nézzük, hogy hány munkabaleset volt, és ezek milyen súlyosságúak, egyrészt azt látjuk, hogy a munkabaleseti szám évről évre csökken, és hát szerencsére súlyos munkabalesetünk sok-sok éve nem történt. A munkavédelemhez kapcsolódó újdonságokat a rendezvényt kísérő kiállításokon is megtekinthették a munkavédelmi nap résztvevői. Többek között a magasban végzett munkavégzés biztonságát szolgáló kreatív megoldásokkal és új egyéni védőeszközökkel találkozhattak. A programon gyakorlati bemutatót tartottak az Atomix tűzoltói.